A délelőtt folyamán a Szerbiából kilépő oldalakon sehol sem volt nagyobb várakozási idő, kivéve a Királyhalom-Ásotthalom közúti határátkelő helyet, ahol körülbelül egy óra hosszás volt, délelőtt 10 órakor a várakozás. Ellentétben a Magyarországról kilépő oldalon a Röszke egy horgos egy autópálya átkelőnél már délelőtt 10 óra után valamivel több mint 180 perces volt a várakozási idő. Az illetékesek szerint főként a hétvégén próbáljuk meg inkább a kisebb határátkelőket választani, bár az utóbbi időszakok tapasztalatai szerint ott is nagyon gyorsan kialakulhatnak nagyobb sorok. Ezért a legfontosabb, hogy mielőtt hosszabb útra indulnánk, nézzük meg az applikációkat, kövessük a határfigyelő csoportokat, és ekkora nagy hőségben mindenféleképpen legyen nálunk elegendő folyadék.